Tényleg egyre nehezebb az online marketing? Tényleg egyre nehezebb érvényesülni a kis cégeknek? Ezt elég sokan hangoztatják, olyanok, akik mondjuk neves és általam is tisztelt marketingesek, nem kimondtan online, de úgy általában, mint mondjuk egy Wolf Gábor, és egyre többen mondják azt, hogy hát egyre nehezebb a hirdetésekkel, mondjuk a Facebookon, vagy bárhol, vagy YouTube-on, organikusan, meg aztán pláne, és igaz ez? Ezt nézzük meg egy kicsit, hogy régebben is korábban elég volt, hogy, hogy jelen vagy. Elém vagy, hogy jelen vagy, volt egy videód, nem volt sok hasonló a témában, akkor megtaláltak, fölraktál érdekes dolgot, nem volt túl sok információ, megosztották, könnyen és nagy, organikus elérést lehetett elérni, és most egyre nehezebb. És ez mit jelent? Hogyan értelmezzük ezt? Hát két dolgot értelmezzünk. Az egyik az, hogy Azért nehezebb valami, hogy így érzéked nehezebb, egyébként nem nehezebb szerintem, de mindjárt mondom, hogy miért. Azért tűnik nehezebbnek, mert sokkal nagyobb a tolongás. Ha egy üres téren állsz, és halkan beszélsz, akkor hallanak a tér végéből is. Ha már van 500 ember is tolong és ordibál a téren, akkor igen, hangosan kell ordibálnod, neked is. Szóval megnőtt a tömeg. Tehát ezért a halk embereket, akik eddig túl halkak voltak, ezek után elnyomja a tömeg. Tehát ha viszont valaki eddig is, mint például én nekem mutatok majd ilyen példákat, eddig is az én weboldalaimnál például kiugra eredményt lehetett elérni, mert már akkor is a megfelelő érté, belső értéken rendelkezett a, a, stratégia és megfelelő hangja volt, az ma is, erőfeszítések nélkül is, a keresőkben, a YouTube-ban, a Google-ban az első helyen van. Töretlen az első helyen van, töretlen látogatottsággal. Úgyhogy abszolút nem igaz az, hogy nehezebb, csak többen vannak. Többen vannak, ezért már csak a valódi érték az, amik előre tud törni. Tehát értéket kell adni. A legtöbben azt gondolják, hogy úgy van, mint régebben. Elég ott lenni, elég egy kis pénzzel megtolni egy kis posztot. Nem. Ma már jónak kell lenni tartalmilag. De régebben is voltak nagyon jók, most ugyanez elvárás. Tehát ugyanaz a tartalmi értéknek kell lenni, például nálam a YouTube csatornámon, vagy például az Ausztringatlan oldalon. Tíz éve töretlen az első helyen van. Bejöttek multik, vannak aztán igazán nagyok az ingatlan területen, ugye ingatlan.com és egyebek, és nem tudnak a trónról letaszítani. Azért, mert belső értékekkel raktam tele a weboldalt is, és a YouTube csatornát is. És ezt a munkát, ezt az értéket a legtöbben nem teszik bele. És ha szeretnéd tudni, hogy hogyan csináltam, szeretnéd tudni te is megcsinálni ezt akkor ezre lehetőséged lesz az online marketing hét pillére tréningen, vagy pontosan workshopnak nevezzük, hibrid workshopon, mert ott van külön egy szekció, a hét pillérből az egyik az, hogy az ingyenes eszközök hatékony használata a mai világban, nem régen, a mai világban. Úgyhogy a light verzióban meg tudod kapni a hét videót, ami hét eladás a hét pillérről, három előadó, a Reményi László, aki ma szerintem a legnagyobb tudású online marketing szakértő tapasztalat szempontjából, nem a legújabb divat, nem a valós tartom, valós megvalósítás, a valós, megvalós valós webes fejlesztésekről beszélek, nem a legújabb divat, ami majd jövőre jön be, talán se. És itt van velünk Körmendi Karola, aki pedig egy, egy, mai gyakorlatban alkalmazható közösségi média szakértő, aki ezt nem csak tanítja, mint sokan, hanem csinálja gyakorlatban nagyon sok ügyfélnek, mi közvetlenül ővele dolgozunk együtt, és ő fogja elmondani a tapasztalatait, megmutatni a gyakorlati tapasztalatát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a videók önmagában hosszú évekre nagyon fontos tananyagot jelentenek. A következő az alapcsomag az, amikor részt veszel a workshopon, ahol gyakorlatban átbeszéljük a te kérdéseidet, gyakorlati megvalósítást, a stratégiádat, ahol kérdéseket te tudsz föltenni, inspirációt, ötlet fogsz kapni, meg fogod látni ezután, wow, így meg fog változni a világról a képet, annyi információt fogsz kapni, annyit fogsz tanulni, és van a harmadik, a VIP, amikor jöhetsz velünk tovább egy hónapon át, minden héten, hétfőn egy online találkozó az Online Tűzkerék Marketing Klubban, ahol tananyagokat kapsz, ahol kérdezni lehet, ahol gyakorlati elemzések történnek, weboldalakat elemezzük, nézzük meg a forráskódját, a felépítését, az analitikáját, megnézzük, hogy milyen keresőszavakra, hova, milyen módon, kik, miért vannak ott a keresőkben, hogy lehet elé kerülni, milyen stratégiát érdemes, hogyan érdemes összekötni a weboldalt, akár bármelyik más social media eszközzel, és ehhez hasonló áttörést, kiugró eredményt hozó megoldásokat mutatunk, és segítünk, hogy megcsináld, ne akadj el, ne az legyen, hogy, hogy, nincs időd rá, vagy, vagy nem tudod, hogy most, most mi kell, mert nem azt írja ki, ami a videó oktatóanyagokban volt, mert megváltozott közben a Facebook, ugye? Tehát valódi segítséget fogsz kapni. Úgyhogy most jelentkezz a videó alatti linken, Lehetőleg mi hamarabb, hogy biztos is de helyed ezen a workshopon. Én azt gondolom egyébként, hogy az alap az arról lehet jó, ha valaki teljesen egyedül akar tanulni, nem mondom, hogy rossz, de aki igazán szeretne azt mondani, oké, okay, én nem tökölni fogok, én nem tötymörögni fogok, én nem fél órákat edzek hetente kétszer kocogásként, hogy egy versenyre elinduljak, hanem hanem én, én egy edzőt akarok. Na, ez a VIP csomag, várunk erre szeretettel. Úgyhogy irány előre! kiugró eredmény a cél. Ciao.